A női változókor már évekkel a menstruáció abba maradása előtt elkezdődik, és gyakorlatilag az élet végéig tart, hívja fel a figyelmet a Női Egészség Hónap apropóján a Budai Egészségközpont nőgyógyásza. Nagy László Zoltán hangsúlyozza, ha a menopauza tünetei komolyan befolyásolják az életminőséget, ajánlott a gyógyszeres kezelés, Varga Mónika interjúja. A menopauza az az, amikor az endometriális ciklus, tehát a ciklikus női nemi működés ismétlődése az abba marad. Ez gyakorlatilag egy időpillanat, amikor már onnan többet nincsen menstruációs ciklus. Valójában igazából ezt mindig utólag tudjuk megmondani, hogy melyik ez a pillanat, mert akkor tudjuk kijelenteni, hogy már többet nem várható ciklus, hogyha az utolsó vérzéstől eltelt egy év. Ez egy folyamat, ez a menopauza, ami hosszú időn keresztül tart, és nem is ér véget. Ugye elkezdődik már az utolsó menstruációt megelőzően, ezt a szakaszt hívjuk mi úgy, hogy pré-menopauza, azaz a menopauza előtti szakasz, aztán van ez az egy időpillanat, amit menopauzának hívunk, és aztán utána kezdődik ezt követően pedig a post, tehát a menopauza utáni szakasz, ebből van korai, meg késői. Hogy értse mindenki, egy késői tünet, a csontállománynak a csökkenése, az nem szűnik meg, az folyamatosan az életünk végéig csökken a csontállományunk. A köztudatban az van, hogy a változókor az 50-es években jelentkezik, de hát jóval korábban is elkezdődhet. Mikor? Tehát mi lehet az a legkorábbi időpont, amikor valaki tapasztalhat már tüneteket? Én azt tudom mondani, hogy a saját praxisomban mi volt a legkorábbi, az 38 év volt. Hát ez egy korai menopauza, így hívjuk mi ez a diagnózis, tehát hogy fedeztünk föl. Az átlag az, a statisztikai átlag, ez nagyban függ, hogy hol élünk, de mondjuk mi ugye itt Európában élünk és a kaukázusi népcsoportban. Itt a 49. év környéke az az átlag, de hogyha egy kicsit ki akarjuk nyújtani, akkor azt szoktuk mondani a hölgyeknek, hogy 46 és 52 év között lehet rá számítani. Ez az a menopauza, amiről már az előbb beszéltünk, ez az egy pillanat. De azt megelőzően már pár évvel elkezdődik a változás, ez a prémenopauza, és utána, úgy, ahogy beszéltük, ez gyakorlatilag folytatódik egészen az élet végéig. Mik a premenopauza tünetei? Az első körben, ami a leggyakrabban jelentkezik, az az, hogy a ciklus, ez a 28 naponta megjön a menstruáció, és 5 napig tart, ez az átlag, nyilván ebben vannak különbözőségek, ez elkezd felborulni, elcsúszik, rövidül, hosszabb ideig tart a vérzés, gyengébb, erősebb, nagyon nehéz megmondani, nincs egyértelmű silabusz, hogy mikor, mi az a jel, ami azt jelenti, hogy na akkor most aztán ez már mindenféleképpen a változókor. De hogyha a menstruáció nem jön meg hosszú időn keresztül, vagy esetleg a klasszikus, mi úgy hívjuk őket, hogy vazomotoros tünetek, mert az ereknek a kitágulásában jön létre ez a bőr, pír, hő, hullám és társai, ha ilyenek jelentkeznek, akkor ezt mindenféleképpen föl kell, hogy vesse a gyanút, és akkor azt érdemes nőgyógyásszal megvizsgálni. És akkor kell kezelni is a klimaxot? Nem feltétlenül, és nem mindenkinek kell kezelni a klimaxot, mert hogy egyéni különbözőségek vannak. Tehát van, akit nagyon megvisel, és van, akit szinte alig visel meg, sőt van a populációnak körülbelül olyan 3-5%-a, aki szinte semmit nem vesz észre, azon kívül, hogy nem jön meg a menstruációja. Ha kell kezelni, akkor az a hormonpótlást jelenti? Három lépcsője van a kezelési formáknak. Az első a gyógynövények. Van most már több készítmény, ami a rendelkezésünkre áll, tehát hogy ezek használhatóak, könnyen hozzáférhetőek, recept nélkül utolérhetőek. Enyhe tüneteknél először ezt szoktuk elkezdeni megpróbálni. Aztán utána, ha tovább lépünk, és ez nem elegendő, mert ennél hevesebbek a panaszok, akkor igen, akkor hormonpótlásnak valamilyen formáját szoktuk választani. Ez nem veszélyes a hormonkészítmények használati útmutatójában, betegtájékoztatójában rendre ott van, hogy valamiféle daganatos megbetegedéssel járhatnak, tehát ezek kockázatát növelik. Nevezzük néven, a mell ráknak a kockázatát emeli, és a méhtesti ráknak a kockázatát emeli. Tehát, hogy tényleg mindig jó alaposan kell megválasztani azt, hogy milyen hormonpótlást használunk a hölgyeknél, és hogy a hölgyek meg a gondozást végző orvos része is nagyon fontos, hogy ez egy folyamatos, rendszeres kapcsolat és ellenőrzés legyen, mert akkor ezek a kockázatok a minimumra csökkenthetőek egyébként, de alapvetően, hogyha valakinek szüksége van rá, mert az életminősége olyan mértékben romlik, mert éjszaka nem alszik, mert a testsúlya növekszik, mert elkúsznak a vérzsír értékei, a koleszterin szintje, a vérnyomása, az ízületi fájdalma,
fájdalmak, a haja hulik. Ilyenkor érdemes a hölgyeket rábeszélni, mert hogy a mérleg az ilyenkor a pozitívba billen, mert hogyha ezt a sok apró kellemetlenséget rátesszük a mérlegnek az egyik serpenyőjébe, azt meg, hogy valamicske emelkedése van a merrák megjelenési valószínűségének, akkor bőven-bőven a hormonpótlás felé billen a mérleg. Nagy László Zoltánt, a Budai Egészségközpont nőgyógyászát hallották.